Bonyhád és a németországi Vernóváros testvértelepülési együttműködésének 30. évét ünnepelte. Ez alkalomból jubileumi ünnepi testületi ülést tartottak, és további 5 évre erősítették meg a városok közötti együttműködést. A két város közös emlékeit megörökítő fényképek levetítésével, valamint a magyar és a német himnuszok eléneklésével vette kezdetét az esemény. Ma is élő kapcsolat van a városok között, fejtette ki Filóné Ferenc Ibolya, Bonyhád polgármestere. Fontosnak tartom, hogy megerősítettük ezeket a szerződéseket, hiszen a kapcsolatok ma is élnek, mind a két testvértelepüléssel élőek, mondhatnám napiak, hiszen különböző civil szervezetek, az önkormányzat és olyan személyek, akik egyénenként, de mégis akik két város lakói, barátságok, házasságok kötettek már ennyi idő alatt, és ennek a továbbvitelére is szükség van, hiszen amit megörököltünk, akkor vagyunk jó gazdái, hogyha ezt tovább visszük. Fontos a különböző országok közötti egyetértés, hívta fel a figyelmet Vernó polgármestere. Nagyon sok fiatallal érkeztünk most, 34-en jöttek azok, akik 30 év alattiak, és azt gondolom, hogy nagyon fontos a népek közötti egyetértés jelét is megmutatni, és hogy lehet a rossz dolgoknak elejét venni, ezt szeretnénk továbbadni. Vernau után az erdélyi Borszék testvértelepülési együttműködésének 5. évét is megünnepelték a rendkívüli testületi ülésen. Az erdélyi Borszék polgármestere szerint minden testvérvárosi együttműködésnek az alapja egy előzetes ismeret, legyen az akár a két város állampolgárainak házassága, vagy a határokon átívelő civil szervezeti összefogás. Így volt ez Bonyhád és Borszék esetében is. 2006 óta és azóta minden évben ott van a borszéki városnapokon a Bartina népi zenekar, amelynek két tagja, ugye Bonyhádi, a Kovács Gábor, valamint a Szabó László. Mint mondtam, ők minden évben azóta is ott zenélnek nálunk. A szabadságtérre levonulva ünnepélyes keretek között felszelték azt a tortát is, ami a Bonyhád és Vernóváros testvértelepülési együttműködésének 30. jubileumi évét szimbolizálta. A jeles alkalomra egy helyi cukrászda sütötte meg a főzőcsokis tortát, amit több százan meg is kóstolhattak.